Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két pontos vereséget szenvedtek hazai pályán a Pakstól a Kékcápák. Újfehértón edzenek, idegenben játszanak az Akvaese vízilabdázói. A Measzt Miskolc ellen szerezné meg első győzelmét vasárnap a Nyikse. Jótékonysági focitornát rendeztek a Nyíregyházi Városi Stadionban. Két pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Búsáks. A Kékcápák az atomerőmű eset csapatát fogadták, és a vendégek 71-69-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Első győzelme megszerzéséért lépett pályára a hazai csapat a 2-2-es mérleggel érkező Paks ellen. Jól kezdte a meccset a házigazda, az első negyedben már 8 ponttal is vezettek a cápák, de a negyed végén már egy ponttal jobban állt az atomerőmű ese. A második 10 percben felváltva vezettek a csapatok, a nagy szünetre 36-35-ös állásnál vonultak le a játékosok. A harmadik játék részben 8 ponttal ellépett a Paks, sőt a negyedik negyed elején is ők szerezték az első kosarat. Aztán viszont a hazaiak percei következtek, egy 14-0-ás rohammal visszavette a vezetést a Nyíregyháza. A végjáték izgalmasan alakult, egy pontos hátránynál Darius Perry hármas a célt tévesztett, a vendégek pedig még bedobtak egy büntetőt, így két pontos hazai vereséggel zárult a mérkőzés. Igazából mindent megtettünk, nyilván csináltunk butaságokat, de a csapat már mindent megtesz, helyenként jól is játszik, mert csak a győzelem hiányzik, de úgy gondolom, hogy ha így fogunk játszani, akkor van esélyünk megszerezni az első győzelmet, és utána szerintem át tudunk lendülni. De nyilván voltak hibák, meg én is ideges voltam, de azért ilyen játékkal van keresni valunk. A vendégek edzője szerint az volt a győzelmi kulcsa, hogy két fontos periódusban is vissza tudták venni a vezetést a hazaiaktól. Gratulálok a csapatomnak, gratulálok a Nyíregyházának is. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon sok hibával. Tehát izgalmas volt a mérkőzés, de nem biztos, hogy a külső szemlélő azt mondja, hogy egy szép mérkőzés volt. Hát nekünk sajnos azt a védekezést kellett választani, amit elővettünk a héten a Perire, egy újfajta védekezést, hiszen nagyjából őt egy-egyben nehéz megállítani. Sikerült is ezzel a védekezéssel, úgy érzem, egy kicsit túlpörgetni. Tényleg két fontos momentum volt, az egyik, hogy az elején 15-6 után visszajöttünk a mérkőzésbe, egál mérkőzést játszottunk utána, végülis, és utána a harmadik negyedbe sikerültek a támadásaink, és el tudtunk menni 10 pontra, aztán érthetetlenül sorra adtuk el a labdákat, és a második momentum, amikor 4 ponttal átvette zsákolásokkal, meg gyorsindításokkal a Nyíregyháza, hogy ott nem estünk össze. Tehát ami azt mutatja, hogy ez lehet fejben is egy erős csapat idén. Tényleg azért ott 4 pontnál össze lehetett volna zuhanni ilyen eladott labdák után. Hát ezen mindenképp javítanunk kell. Javítanunk kell a 3 pontos dobásunkon, hiszen tragédia ez a mai százalék is, 17%, és ugye megint az volt, mint a Sopron ellen, hogy az első fél időben ott 4, itt 5 eladott labda, a másodikban ott 12, itt meg 15. Tehát azért ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni 20 eladott labdával, az egy nagy bravúr. Talán közre játszik az, hogy szintén visszatértünk arra az útra, hogy simán megnyertük a lepattanót 46-37-re. Gratulálok a csapatomnak, én megmondom őszintén, hogy egy ilyen győzelem után nagyon jó érzés hazabuszozni innen Nyíregyházáról, innen menni vereség után. Az nagyon rossz, úgyhogy tényleg boldogok vagyunk, de aztán megint azt tudom mondani, hogy hétvégétől meg fókusz a jövő heti Debrecen. Nagyon fontos az egy mérkőzés, otthon már nem bukhatunk többet, úgyhogy köszönöm szépen. A szlovák válogatott Marek Dolezsáj 9 pontot szerzett a meccsen, amelyen a vendégek 9 lepattanóval szedtek többet a hazaiaknál. Szoros mérkőzést játszottunk, magunkat okolhatjuk, hogy nem nyertük meg, mert nem játszottunk elég fizikálisan. Rengeteg támadó lepattanót, ezzel második esélyt adtunk a Paksnak. Keményebben kell játszanunk, ha így lesz, nyerni fogunk mérkőzéseket.
A forduló további eredményei a következők: Sopron Oroszlány 76-64, Körmend Albafehérvár 86-83, Zalaegerszeg Kaposvár 81-77, Deac Szombathely 69-71, Kecskemét Szolnok 53-91 és Szeged Budapesti Honvéd 77-67. A tabella élén a Szolnok áll 4 győzelemmel. A nyeretlenül sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 2-3-es mutatóval 9. Oroszlány otthonában lép pályára. Jól kezdte a szezont az Akvaeses Erdülő csapata, a gyermek és az ifjúsági együttesek azonban még nincs győzelme, mivel Nyíregyházán bezárt a városi uszoda, a vízipólósok Újfehértón edzenek. Elég nagy probléma volt számunkra, hogy bezárt az uszoda, hiszen az országos csapat már olyan gyerekekből áll, akiknek elég fontos az edzés ahhoz, hogy jó eredményt tudjanak elérni az országos bajnokságban. Most jelen pillanatban ugye Újfehértóra járunk edzeni. Ott is kisebb-nagyobb létszámba jönnek a játékosok, viszont nagyon szeretném azt, hogy minél szebb eredményt tudjunk elérni. A gyermek, az serdülés, az ifjúsági csapat tartozik hozzád. Hány fordulón vagy túl és milyen eredményekkel? Eddig 4 fordulón vagyunk túl. A serdülő csapatunk hozza, amit elvártunk tőle. Egy vereségünk van eddig a szezonban. A gyerekcsapat viszont lépett előre, hiszen az előző fordulóban egész szép játékkal tudtunk nagyon jó mérkőzést játszani Budapesten. Az ifi csapat nagyon sok hiányzóval áll föl, gyakran serdülő játékosok alkotják azt a csapatot, és ott is most az utolsó fordulóban nagyon jó mérkőzést játszottunk, viszont meglátszódott az, hogy 2 mérkőzést játszottak a srácok. Milyen helyzetben vannak a riválisok, gondolok itt az ő uszoda helyzetükre? Jelen pillanatban ugye a pesti csapatoknál nagyjából egy uszodába járnak a mi csoportunkból, az a Pesten a Szőnyi úton lévő BVSC uszoda. A többi csapatnál nem tudunk olyan csapatot, aki nem tudna edzeni a saját uszodájába, talán egy a Cegléd, viszont majd november 2-án velük találkozunk, úgyhogy majd érdekes lesz, hogy a két csapat hogy tudja megoldani ezt az uszoda nélküli állapotot. Mennyiben alakítja át a te munkádat ez a helyzet, hiszen amúgy is foglalkozik el a szigorúan vett szakmai munka mellett egy picit a játékosok lelkével, ugye utánpótlás csapatokról lévén szó, gondolom a szülőkkel is, ebben a helyzetben mennyire nehezebb ez? Most ugye, hogy kijárunk Újfehértóra, az elég nehéz, hiszen vannak olyan ifjú játékosok, akik az érettségre készülnek és külön órákra járnak, és őnáluk egy kicsit nehezebb a dolog. A serdülő csapatnál a játékosok elszántak, és nagyon sokan szoktak jönni újfejtói edzésre. Az egy gyerekcsapatnál is ugyanez a tendencia, hogy nagyon sokan jönnek, és próbálják kihasználni azt a lehetőséget, hogy legalább vízbe tudunk edzeni. Jelen helyzetben mi a legfontosabb, ha csak szigorúan a sportszakmai dolgokat nézzük? Jelen helyzetben ugye a kisebb medencében, mert nagyjából egy tanmedencében edzünk, ott azért a lábtempót kicsit nehezebb, vagy a kapus lövéseket, passzolásokat megoldani, viszont nagyon remélem azt, hogy sikerül ezt kiküszöbölnünk és sikeresek leszünk. Mikor lesz a következő forduló, hol és kivel játszottok és milyen reményekkel? Most ugye megcseréltük a pályaválasztó jogokat, ezért Szegedre fogunk utazni, és remélem, hogy mind a 3 csapat egy szoros mérkőzést tud majd játszani a csapattal, a szegedi csapattal, és azért kicsit fárasztó lesz az út, de próbálunk ezen majd túllendülni. Te a kisebbekkel és a lányokkal foglalkozol az Akvaesén, és számotukra, hogy indult a szezon. A legfontosabb dolog az, hogy nagyon sajnálom, hogy itt a parkolóban beszélünk, és nem ott benne az uszodában. Na hát ez egyik napról a másikról ugye váratlanul ért minket, de sikeresen elindult minden bajnokság, amiben benevezett az Akvaese. A Baby, a Gyerek 4, Gyerek 3 és a Gyerek 1 az most fog hétvégén indulni. Nagyon jól vettük az akadályokat. Az első fordulókat szinte egyetlen meccs kivételével mindegyiket nyertük minden korosztályban. Az az egy mérkőzés, amit elvesztettünk, az fogható arra, hogy kicsit megilletődötten játszottak a fiúk, mert az a Gyerek 3-as csapat, az én csapatom 2010-es születésű gyerekek, és nagyon hiányzik a kétkapus játék. Keveset tudtunk felkészülni, nem voltak edzőmeccsek, mármint taktikailag felkészülni ezekre a mérkőzésekre, de azzal főzünk, amink van egyenlőre, és ugye Újfehértóra járunk át edzeni, nagyon sokan vagyunk, kevés a hely, alacsony a víz szint, tehát nehezen tudjuk összehozni azt, hogy tartani tudjuk azt a formát, amit augusztus óta már elkezdtünk, de igyekszünk edzőmeccsekkel pótolni a hiányzó labdás játékot. A lányok a szemben mi az elvárás ebben a szezonban? A lányok nagyon ügyesek. Az elvárás az lenne, hogy legyenek még többen, de egyelőre 13-14-15 kislánnyal dolgozok,
A gyerek háromban mind a két meccsüket megnyerték, és az EGRI csapatot is megvertük, akiket eddig nem sikerült. Ők külön indulnak, tehetséggondozó bajnokságban is, 2010-11-eseknek van kiírva, már a második forduló is lezajlott, ott is 4 mérkőzés játszottunk, egyet elvesztettünk, 3-at megnyertünk. Ott nem én vagyok a csapatnak az irányítója, de a csapat gerincét ugye a nyíregyházi lányok adják, mert az északi régió csapatában indulunk, ahol több kislány van, a Miskolc, Kazincbarcikai gyerekek vannak még mellettünk, és most hétvégén pont Dunaújvárosban voltunk, ahol csak nyíregyháziak voltak, mert nem tudtak eljönni a többi egyesületből a gyerekek, és nagyon szép eredményt értek el, nagyon jól játszottak, le a kalappal előttük. Te csapatai számára hogy néz ki a hétvégi program? Most hétvégén a gyerek egyes csapatunk, tehát a 2008-asok fognak 60 Péter kollégával elmenni mérkőzésre, de idősebb korosztály, 2007-es lányok is bekerülnek a 2008-as fiúk közé, mert egy év korkedvezményük van, és akkor így játék lehetőséghez jutnak, ez nagyon jó. És vannak olyan gyerekek, akik ugye nem férnek be a OB csapatba, mi úgy nevezzük, tehát az országos bajnoki gyerek csapatba, és ők fognak szerepet kapni. El fogom kísérni a csapatot, meg fogom nézni, de 60 Péter irányít. Aztán a gyerek négyesek, ők 2011-ben születettek, Éder Zsolt irányításával fognak menni Egerbe. Itt két csapatunk is van, mert az NVSE és az AquaSE is elindult ebben a bajnokságban. Na hát ott nem tudjuk, mert ez lesz az első megmérettetésük, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok, de nagyon reméljük, hogy sikeresen abszolváljuk majd ezt a hétvégét. Illetve hát ugye a gyerek az OB Szegedre utazik, az országos bajnoki csapataink, mivel ugye Nyíregyházán nem tudjuk megrendezni, ez 30-án lesz, és akkor oda utazik a gyerekserdülő és az ifjúsági csapat. Reméljük, hogy ott is jól fogunk szerepelni. 3 hét szünet után ismét bajnoki meccset játszik a Szentsenyikse Szabis Brána együttese vasárnap 17 órai kezdettel a Meosz Miskolc csapatát fogadja a Bánki Torna csarnokában. Sajnos ez az első 3 meccs nem sikerül nálunk. Most látom, hogy hiányzik ez a, mert tavaly szezon játszottunk ez a MB2, ami teljesen más szint volt. Jó dolgoztunk, nem tudom semmi mondani, csak hiányzik egy picit, valami egy pici rész a mozaik, hogy tudunk nyerni meccs. Ez a, nagyon, hogy tudom mondani, hogy túl jó, én játékosan túl jó gyerekek van tőle. Néha ez a meccs, ez egy háború, és ez kell tűz, és harcolni többet. Remélem most ez az új játékos, Patrick Zwing, aki jött, fogsz benne rakni ez a mozaik, ez a, ami hiányzik most. És ez a vasárnapi meccs, én így gondolom, hogy nagyon fontos, mert ez az erős csapat ellen fogom játszani, csak a meccs otthon lesz, és ha ez nyerünk, ez extra győzelem lesz, és lehet ez lesz a kulcs, hogy tudunk megfordulni ez a rossz indulás, ez a szezon indulás. A HEP kupában nyert a csapat, az azért gondolom jót tette a lelkeknek. Ez is nagyon kellett, hogy kaptunk pici önbizalom. Ott én használtam minden játékosot, mindenki kaptak perc, még a Irini István U18 játékos is kapta elég sok perc, hogy használtunk jó ez a meccs, mint egy edző és mint egy önbizalom építéstől. Itt az NB1-B zöld csoportban más jellegű és más minőségű edzés munkára van szükség, mint az NB2-ben volt. Felvették már ezt a ritmust a srácok? Hát, amit mondtam, mi edzésen minden jó, tényleg nincs probléma, mindenki jó, benne van teljesen koncentrálva minden, csak mikor jött a meccs, nem tudom, hogy valami nyomás, csak én próbálom beszélni, nagyon sok beszélés van, hogy nem legyen a nyomás, hogy menjünk, dolgozunk a meccsen is, és ami lesz, így próbálom készülni a csapat, csak látok, hogy még nem sikerült nekem, és ez én, mint a edző, ez én munka, hogy a csapat jó viselkedni, és jó munkodik a pályán. Vasárnap milyen ellenfélre, milyen mese számít? Az korábban a Jigsemmel játszott a HEP kupában a Miskolccal, talán meg is verte, most milyen mérkőzést lehet várni? Tavaly itt más csapat volt,
Én sosem nem akarom mondani ezt, csak tavaly én is játszottam, és ez nagy segítség volt, és még aki hiányzik, az a kezdő ötös. Tóth Viktor, ez nagyon számít, ez a két rutinos játékos, a kezdő ötösben volt, most nincs, és ez teljesen másik meccs lesz. Pedig, amit mondtam, otthon játszunk, és ez, minden meccs így kell belépni, hogy nyerni akarsz. A hazai gyűl ismerős, a hazai pályán ismerős, mennyit segíthet a közönség? Mi nagyon az a hazai csapat vagyunk. Én mindig viccelem, hogy mikor utazni menjünk, akkor amikor van tábla vége, Nyíregyháza, akkor teljesen bárki csapat van. Sajnos ez is én munkám, itt edző, hogy cserélni kell ez a mentalitás is. Nemrég érkeztél Nyíregyházáról, vasárnap már be is mutatkozhatsz, mert az iskola szellem megismerhetnek a szurkolók, de előtte egy bemutatkozást kérnék. Mikor kezdtél kosarazni, honnan érkeztél, hány éves vagy? 23 éves vagyok, 10 évesen kezdtem a kosárlabdázni Szabadkán, Szerbiában, és 20 évesen mentem át a Szegedhez, Szedeákhoz. Akkor 2019-ben már sikerült is megnyerni az U20-os bajnokságot, és utána Békéshez, NB1-be igazoltam 2 szezonra, és most jöttem a Nyíksét erősíteni. Mi volt a vonzó a nyíregyháziak ajánlatában? Jöttem, beszéltem az edzővel, a tervekről, majd az elnökkel, próbaedzésre jöttem, megfeleltem, és sikerült megegyezni. Említetted, hogy szerepeltél Békésen, van az NB1-ről tapasztalatod. A nyíregyházi csapatot még annyira nem ismered, de a mezőnyt ismerheted. Mivel lennél elégedett a szezon végén, akár a saját teljesítményed, akár a csapat teljesítményét tekintve? Ez egy feljutó csapat. Minden bizony a legfontosabb lesz, hogy benn maradjunk az NB1-ben, mert ez egy más különbség, ez egy más bajnokság, mint ahogy említette az edző is. Egyenlőre ez lesz a cél, de egy 8-ba kerülés nem lenne rossz. Jótékonysági focitornát rendeztek a Nyíregyházi Városi Stadionban. A bevételt a Beteggyermekekért Alapítvány javára ajánlották fel a szervezők. 24 csapat van most jelenleg, több mint 30 csapat nevezett, de ugye sajnos nem tudtunk többet fogadni. Vannak Debrecenből, vannak Bodrogkisfaludból, Fehérgyalmat, Máté, Szalka, tehát a környékről most azért sikerült egy jó pár csapatot behozni. Látszik, hogy nem a klasszikus kispályás futballszabályok szerint játszanak a csapatok, ugye ez a szokaszabályok szerint játszanak, mi a különbség? Ez ugye egy 45-25, 4x2-es kapu, és csak műfű, és ami fontos, hogy nincs bedobás, csak rugás, és 7-es helyett van rávezetés. Ha a hangulatát nézzük a tornának, az elmúlt két évben nagyon jó hangulatú volt, most milyen hangulatban zajlanak a meccsek? Ez ugyanaz a hangulat. Tehát egy csodálatos napunk van, hál' Istennek, hogy jól érzik a magukat a csapatok, hogy ennél többet nem is lehet kérni sem. Jótékonysági futballtornáról van szó. Milyen szervezett egyesület javára gyűjtötök? A Beteg Gyerekek Alapítványának, ugye a dr. Dicső Ferenc professzor úrnak az alapítványa, tehát a gyerekosztálynak támogatást adjuk, amit ugye már most harmadik alkalommal teszünk meg. Mit kell tudni egyébként a Szokka futballról itt a megyében? Ugye a Szokka futball, igazából azt kell mondjam, hogy a kis pálya, de profi szinten. Tehát nyilván ugye volt a VB-nk, ott lehetett látni, azért sokkal gyorsabb a játék, itt inkább a technikás játékosok vannak, ugye a kapu egy méterre nagyobb, tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit másabb, sokkal másabb. 24 csapatos jótékonysági Szokka futballtól nem vagyunk. Alapvetés, hogy ilyenkor itt van az elnök egy ilyen rendezvényen. Ez a harmadik ilyen jótékonysági torna, és nagyon-nagyon jó esőérzés lejönni ide Nyíregyházára, mert minden évben egyre többen vannak. Sajnálatos módon ugye most is több csapat jelentkezett, de egy nap alatt nem tudunk 24-től többet lebonyolítani úgy, hogy ez rendes körülmények között menjen, de hát körbe kell nézni. Most is rengetegen vannak még nézők is, aminek körülünk, mert az egy kicsit hűvös van. Milyen a sporták helyzete Magyarországon? Sajnos most ebben a helyzetben elég nehéz. Itt a elszállt rezsiárak miatt azért ez érint minket is, itt ezt a sportágat is nagyon. Sajnos minden mérkőzésünket estéről át kell hoznunk, vagy hétvégente délelőtre. De én azt gondolom, hogy egyre több a csapat, most már a lezsőriges szoftverünkön keresztül is országosan, ugye 10 megyében mennek a bajnokságok, több mint 3000 igazolt játékossal rendelkezünk, ami szerintem egy egész szép szám az elmúlt 3 év alatt, hogy dolgozunk rajta. Bízunk abban, hogy az idei évi világbajnokság sikeres rendezése még több csapatot, még több játékost fog vonzani, és reméljük, hogy Nyíregyházán is egyre többen csatlakoznak majd.
beugróként rendeztenek Magyarország a világbajnokságot, mekkora kihívás volt? Nagyon nagy. Gyakorlatilag amíg más, az ISF-nél más országnak egy másfél éve van egy rendezésre, eddig, vagy a szervezésére, eddig nekünk volt összesen 3 hónapunk, és tényleg nagyon óriási köszönet azoknak az önkénteseknek és mindenkinek, főleg itt Nyíregyházáról is voltak többen, ugye érintettek a VB-ben, akár a Székely Jánost mondhatnám, ott volt végig, segített a szervezésben, és hát játékvezetőt is adott a világbajnokságnak, ugye Nyíregyháza, sőt játékost is ráadásul a magyar válogatottba. Nagyon-nagyon nagy feladat volt, gyakorlatilag 3 hónapig megállás nélkül azon dolgoztunk, hogy ez a pálya is minden, az egész komplexum összeálljon, és ezért csak 40 ország részvételével zajlott, szerintem sikeresen. Ezen felbuzdulva tervezve valamilyen hasonló rendezvény szervezésére pályázza a szövetség? Igen, most az elsődleges a VB után, amit kitűztünk célt, hogy az egész sportág jövőjében azt látjuk fejlődésnek, hogy rá kell feküdnünk az utánpótlásra, és igen, én hiszek abban, hogy míg Magyarországon a futszál kiegészítő vagy kiemel sportágként az 5+1-es kispályás labdarúgás is bele kell, hogy férjen, de szerintem elengedhetetlen, hogy az utánpótlás fejlődjön. Sok klubbal tárgyalunk már, nagy nevű klubokkal, főleg Budapesten, az MTK-tól sorolhatnám a Vasasig, és igenis azt látjuk, hogy ez egy jó kiegészítő sportág lehet, hogy kiemelkedjenek olyan évesek, akiről legalább ez a gyors játék miatt látszik, hogy nagy pályán még jobban tehetséges lesz. A tornát végül a nyírbátori Megavia Kft. Nyerte, a kispályások Napkor és a nyíregyházi Nevut Kft. Előtt. A gólkirályi címet a napkori Matolcsány Gergő szerezte meg, a legjobb kapusnak a nevútos Pap Gábort, a legjobb játékosnak pedig a Megavia csapatában szereplő Budai Krisztiánt választották meg a szakemberek. A torna hozadékaként a szervezők egy jelentősebb összeget utaltak át a Beteg Gyerekekért Alapítvány javára. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!